Minden év december hónapjának a második szombatján kerül megrendezésre Szamoskér község önkormányzatának szervezésében az Együtt Szatmárban Szamoskéri Kolbászoló című rendezvény. Gyakorlatilag egy gasztronómiai verseny az, ami ennek a programnak a lényegi tartalmát jelenti, mégpedig a kolbásztöltés és a kolbássütés, amely a magyar konyhának egy olyan hagyományos eleme, ami határainkon belül, de gyakorlatilag az egész határon túlérő magyarság számára is egy meglehetősen kedvelt gasztronómiai büszkesége és igen kedvelt étele. Emellett az elkészítésen egy olyan közösségi élményhez, tulajdonképpen néphagyományhoz köthető, mint a disznóölés, amely természetesen leginkább a december, illetve a január hónaphoz köthető eseménye volt a családok életének. Ilyenkor 50 csapat verseng a rendezvényen Szamoskéren, és emellett meglehetősen szép számú érdeklődő látogat el a rendezvény helyszínére. A csapatok különböző kategóriákban mérik össze tudásukat, kinek sikerül a leghosszabb, illetve a legvastagabb kolbászt töltenie. Természetesen az íz is fontos szerepet kap a fesztivál ideje alatt, melynek értékelését kiváló gasztronómiai szakemberek, az ízrend, illetve a pálinka lovagrend tagjai végzik. Természetesen versenyen kívül Kemencében és Bográcsban is készülnek népies ételek. A kolbászoló nemzetközi, hiszen határainkon túlról, Oklandról, Szamoskér község testvér településéről, Viskről és Szatmár-Németiből is jönnek csapatok, akiket nagyon nagy szeretettel fogadnak itt Szatmárban. Elmondható, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szinte minden szegletéből érkeznek csapatok. Minden csapat egy szál kolbász felajánlásával próbál segíteni a határon túlélő, nehéz sorsú embereken. A színpadon emellett egész nap színes, hagyományőrző és kulturális programok gazdagítják a szamoskéri kolbászolót.